Dombovár saját halottjának tekinti Buzánszky Jenőt, az aranycsapat egykori jobb hátvédjét. A nemzet sportolója múlt vasárnap az esztergomi kórházban hunyt el. Szülőházánál Dombováron kedden este százak gyújtottak gyertyát emlékére. Igazi élő legenda volt Buzánszky Jenő, aki habár világhírnévre tett szert, mégis hű maradt önmagához, emiatt sokan tisztelik Dombóváron. Nagyon közvetlen volt, nagyon kedves és aranyos bácsi volt, tényleg. Egy csodálatra méltó, a kora ellenére tényleg csodáltuk, mert nagyon, nagyon szellemileg friss, és jó humorú, kedves ember volt. Aki csak ismerte, szerette, a fiatal sporttehetségek pedig felnéztek Buzánszky Jenőre. Újdombóvári vagyok, ő is újdombóvári volt, ugyanabban az általános iskolában járt, mint én, ugyanabban a gimnáziumban járt, mint én, úgyhogy tényleg ő volt számomra mindig a példakép, és az, hogy valaki vidékiként is oda el tud jutni a világhírnévhez, és számomra az a legnagyobb benne, hogy megmaradt mindig is a vidéki srácnak, annak a szerény, jókedvű és vidéki srácnak. Dombovári látogatásainak se szeri, se száma. Szinte nincs is olyan ember a városban, aki ne találkozott volna legalább egyszer az olimpikon labdarúgóval. Büszkén mondhatom, hogy a 20. 21. századnak a legismertebb világhírű dombovári szülöttje volt, egy ikon volt, aki most elment így közel a 90. életévéhez. Nagyon szerettünk volna Jenő bácsiról méltóképpen születésnapján megemlékezni. Sajnos ez most már nem sikerülhet. Azonban a jelenlévő több száz fős dombovári tömeg is azt mutatta, hogy mennyien ismerték, mennyire szerették őt a dombováriak, és szerintem egy életre a szívükbe zárták Jenő bácsi emlékét. Százak rótták le tiszteletüket a sportlegenda egykori szülőházánál, ahol a mécsesek lángjai világították meg Buzánszky Jenő emléktábláját, annak a háznak a falán, ahol 1925-ben meglátta a napvilágot, és egészen 1947-ig itt is élt. Gyakran járt haza Dombovára, ahogy a Jenő bácsi fogalmazott. Nekem két hazám van. Van egy Dombóvár, van egy Dorog. Dorogon azt mondom, hazamegyek Dombóvárra, Dombóváron azt mondom, hazamegyek Dorogra, mert hát mind a kettőbe itten készültem el, készítettek el az iskolába, mind ahogy ebbe az elemi iskolába is, ugye. Ma is élnek Buzánszky Jenő rokonai Dombóváron, másodunoka testvérének özvegyével. Az utolsó hónapokig tartotta a kapcsolatot a legendás labdarúgó. Júci néni még élinken emlékszik az első találkozásra. Jött be hozzánk, én meg ott a lépcsőn álltam, és futottam elé, férjem is jött ki, és akkor mindjárt mondom, Buzánszky Jenőné vagyok, azt mondja, én meg Buzánszky Jenő vagyok. Szóval felnőtten ismerkedtünk össze már mióta nyugdíjba, és akkor mindjárt átkarolt meg a férjemnek, mondta, édes kisöcsém, mert ugye férjem fiatalabb, az jóval fiatalabb. Buzánszky Jenő dolgozott a dombovári vasútállomáson forgalmistaként, így eleinte a dombovári vasutasban rúgta a bőrt, majd előbb Pécsre, aztán Dorogra igazolt. Először 1950-ben került a magyar válogatottba a dombovári sportoló, összesen közel fél százszor ölthette magára a nemzeti 11 mezét. Legemlékezetesebb sikere az aranycsapattal az 1952-es Helsinki olimpiai első helyezés, valamint az angol válogatott felett aratott 6-3-as győzelem. Buzánszky Jenőt az aranycsapat többi tagja mellé a Szent István Bazilikába helyezik végső nyugalomra.